2009. október 26-án tartja soron következő ülését Vésztőváros képviselőtestülete. A napirendi pontok között szerepel a Pietas Kft. Beszámolója a vésztői köztemetőben végzett tevékenységéről. Továbbá szó lesz még rendeletmódosításokról is, így például a Vésztőváros képviselőtestületének 2009. évi költségvetéséről, a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről, valamint Vésztőváros jelképeiről szóló rendelet kerül módosításra. Elfogadásra kerül továbbá a 2010. évi belső ellenőrzési terv. Napirendi pontok között szerepel továbbá még a 2009. évi közbeszerzési terv módosítása. A Bartók Béla Nevelési Központ Szabó Pál Általános Iskola házirend jóváhagyásáról is döntenek a képviselők, valamint a pedagógiai művelődési program módosítására is sor kerül. Emellett szó lesz még az agyhártyagyulladás elleni védőoltásról, továbbá tájékoztató fog elhangozni a borostyánkődések otthonában végzett elégedettségmérésről. Vésztőváros képviselő testületének október 26-ai ülését a Sárét Televízió 14 órától élőben közvetíti majd.